Jó estét kívánok, köszöntöm a Dombó Televízió nézőit. Március 29-én kezdődik a Dombóvár hetek 2019-es rendezvénysorozata, amikor Dombóvár város elvatásának 49. évfordulóját ünnepli. Ebből az alkalomból látogatott el stúdiónkba a város polgármestere Szabó Lóránt. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdiónkban. Jó estét kívánok, én is köszöntöm a nézőket és nagyon örülök, hogy hosszú idő után ismét lehetőség van stúdióbeszélgetésre. Így van, és ugye már elmondhatjuk, hogy hagyomány az, hogy a város hetében Dombóvár egy héten keresztül, vagy bő egy héten keresztül színvonalas nívós programokkal ünnepel, és hát elnézve az idei program ajánlatot, azért úgy gondolom, hogy így első blikre is minden korosztály talál számára kedves programokat, elfoglaltságot, hogyan, mi alapján állították össze ezeket a programokat, és milyen meglepetések lesznek? A képviselőtestületet többségében egy civil szervezet adja, egy olyan civil szervezet, melynek tagjai nagyon nagy lokálpatrióták, nagyon szeretik a várost, mert úgy gondolom, hogy ilyen jellegű programot csak egy olyan szervezet, egy olyan önkormányzat tud összeállítani, melynek nagyon fontosak az itt lakók, nagyon fontos az, hogy a programok minél több társadalmi réteghez, csoporthoz, korosztályhoz jussanak el. Tehát mondjuk egy nem itt lakó, egy idegen szerintem nem tudna ilyen programokat megalkotni, mert ezekben a, a rendezvényekben már érződnek azok a az aprócska, de nagyon fontos rezdülések is, meg, meg, irányváltások is, amelyek azt mutatják, hogy nagyon odafigyelünk az apró részletekre. Erre majd mondok is példát. A program sorozatot ugye bekérdettük a múlt héten már, és ez azóta pontosítódott. Természetesen vannak apró változások, hiszen odaírtuk mi is, hogy a programváltozás jogát fenntartjuk szinte úgy épül föl, hogy minden napra valamilyen téma, tehát tematika összpontosul, tehát így van sportos rendezvény, van a környezet-természetvédelmet központi kérdésként kezelő rendezvény, aztán van az idősekre koncentráló rendezvény, tehát megjelennek azok az irányok, amelyek a város szempontjából nagyon fontosak. Azért úgy gondolom, hogy emeljünk ki konkrétan néhány programot, amely, amely újdonság, meglepetés. Igen, uh pénteken indul a program sorozat, rögtön egy nagyon klassz festőművésznek a kiállításával, akinek a képei már a művelődési ház, a Tinódi háznak az előterében láthatók. Orsos Teréz, komlón született festőművész, roma származású szeméről van szó, képeint nagyon színes színvilágot mutatnak, érdemes megnézni. Ma, amikor itt a Tinódi ház aulájában sétáltam, már Hallottam azokat a hangokat, hogy, hogy hú, mekkora munka volt ez elkészíteni, milyen aprólékosan a művésznő kidolgozta, érdemes megnézni a, a festményeit. Szombaton egy minősítő hangversére kerül sor, a városunk nagy büszkesége, Dobár ifjúsági fuvazenekar. Úgy tudom, hogy ismét nekifutnak az arany minősítésnek, és ez egy koncert keretében történik meg. Bár nem hivatalos program, de azért fölhívom a figyelmet hogy ezen a napon 15 órakor egy óriási foci derbi lesz. A Bonyhád látogat el Dombovára, vegyei első osztályú rangadóról van szó. Ugye a Bonyhád most a második, mi vagyunk a negyedikek, és hát szerintem egy igazi nagy küzdelem lesz, ez is a városnak a, heté, a hetének a rendezvénye. Hétfőre fordulva kezdődnek azok a programok, amelyek tényleg már kötődnek hozzánk, és akkor itt rögtön van egy változás is a Majoros János keramikus kiállítás megnyitója, az valószínű, hogy átsúszik, sőt most már 90%-ra mondjuk 6 tehát a gála napjára. Ennek pedig egy nagyon érdekes apropója van, hogy pár hete, vagy most már talán két hónapja is rám írt egy Alföldi Robert nevű személy, azt írta le, hogy őt nagyon érdekli a majoros kerámia, kerámia hogy tudja, hogy nekünk mennyi van, és hogy neki is van, ő gyűjti, és hogy nem cserélnénk-e a kolléganőmet kértem, hogy járja már utána, hogy ki ez az Alföldi Robert, netán a színész, az ismert színész. És hát a kolléganőm kicsit lazán vette ezt a témát, pár hét múlva megkérdezte, hogy na, mire jutottál? Azt mondta, ez nem az a színész. És amikor Majoros Jánosnál jártunk, akkor rákérdeztem Jánosnál, hogy, hogy ismered-e ezt a szemét, hogy Alföldi Robert? És persze mondta, hogy, jó, hogy ne ismertné, és akkor mondta, hogy tőle is vett már több kerámiát, és elmesélte, hogy, hogy de hát, hogy nagy színész vigyázzak vele. Ezt én úgy értettem, hogy mintha szélhámos lenne, vissza is kérdeztem, miért szélhámos, hogyha üzletelünk, akkor arra kell számítanom, hogy, hogy becsap. És azt mondta János, nem, nem, szó szerint a nagy színész, hát az Alföldi Robertről van szó. És hát akkor leesett, hogy hát tényleg ez az, az Alföldi Robert, a színész és rendező. Hazajövet föl is hívtam, és elmondtam, hogy üzletelhetünk, de van járulékos költsége a dolognak hiszen a, a Tinódi Ház munkatársai régóta keresik azt a lehetőséget, hogy lépjen fel e, színdarabjával itt Dombováron, illetve hát megkértem, hogy akkor jöjjön el a kiállításra, nyissa meg esetleg ő, és nagyon örömmel ezt el is vállalta, viszont ő neki a hatodikai a jó, így 14 óra lesz a, a kiállítás megnyitója. Már most mondom, hogy aki szereti Alföldi Robertet itt a kiállításon e, találkozhat a művészel, és aztán mi még mellékesen egy kicsit majd üzletelünk cserégetünk e, majoros kerámiákat. Hogyha végignézzük a programokat, <coughs> akkor van itt liget, avató, perekacban kezdi elveszteni ezt a szlömös, romos jellegét perekac. Nagyon sok lepukkant házat megszüntettünk, és ezzel a ligettel a valamikor a helyén egy új színfolt lesz. Gasztrónap olyanok, mint a nagy Ervin színész, aztán a Gianni, az ismert olasz séf érkezik hozzánk. Szűrőnap lesz, egészségnap, aztán felhívjuk a figyelmet a, a cigarettacsik ártalmára egy ö, olyan program ö, csomaggal, ahol interaktív módon szeretnénk bevonni az embereket, hogy jöjjenek ők is, gyűjtsenek cikket, nem mintha ez olyan nagy érték lenne, hanem az az érték, hogy megtisztítjuk ugye a várost. Aztán ö, szűrő programok lesznek, főleg a bőrrákra hívják majd fel szakemberek a figyelmet. A tudomány napja, na, ez az a program szerintem, ahol érezni már azt a fajta finomságot, hogy ö, mondjuk egy aponyi Kiállítást és konferenciát tartva. Nagyon izgalmas dolgokat tudunk felfedezni. Olyan dolgokat, amelyek a város történetét, helytörténetét tudják befolyásolni, még ha nem is döntő módon de újabb bizonyítékok jöttek elő. Egy önzetlen gróf adománya a nemzetnek címmel tartjuk, és aki szereti a történelmet, szereti a nagyon szép könyveket, metszeteket, térképe térképeket annak nagy meglepetések várnak. Naturparki vetélkedő ugye pénteken, aztán sportgála az est folyamán, és hát ott a szombat a csúcs, a csúcsnap, amikor a gálán átadjuk a kitüntetéseket, a város elismeréseket, és most nem fogom eltéveszteni, mert mindig Rúzsa Magdit mondok, de nem Rúzsa hanem a Zséda, viszont arról tudok beszámolni, hogy előre szaladva egy kicsit októberre érkezik majd Ruzsa Magdi Dombovára, most viszont Zséda koncert lesz, tehát úgy gondolom, hogy az elismerések mellett egy olyan koncert lesz része azoknak, akik ellátogatnak, hogy párját ritkítja. A programok megvalósításába egyébként sikerült pályázati forrást is bevonni? Szerencsére igen, hiszen hogyha valaki ezt a nagyon gazdag kínálatot végignézi, az elgondolkodhat azon, hogyha saját forrásból kellene megszerveznünk, hát iszonyú sok pénz lenne. Szerencsére több település összefogásával, ebbe ugye várunk, Szakcs, Lápafő, Döbrököz és mi vagyunk benne. Az idejében kettő olyan úgynevezett EFOPOS, Európai Uniós pályázatunk van, Ugye ez az az Európai Uniót, amelyet annyira tudnak egyesek szídni, hogy nem kell ez nekünk, hát hogyha ez a pályázat nem lenne, és nem lennénk EU-s tagok, akkor Dombovár egy, egy két éves, hatalmas programsorozattal lenne szegényebb, melyek programok pont azért keletkeznek, hogy az itt élő emberek érezzék, hogy jó itt élni, gazdag a programkínálat, és erre azért már fölkapták ám a fejüket Pécsett és Kaposvárot is hiszen látjuk, érezzük azt, hogy jönnek ezekből a városokból is ezekre a rendezvényeinkre, és pont azt erősíti ez a rendezvény sorozat is, hogy az emberek ne azon gondolkodjanak, hogy elvándorolnak más helyre, hanem próbáljanak itt boldogulni, hiszen ezekkel a nívós kulturális programokkal igen tartalmas szabadidős lehetőségük van, és hát fejlődik sok minden az emberben ezáltal. És akkor még egy rövid kérdésem van. Szerintem a nézők is észrevették, hogy a zakóján visel egy jelvényt, egy rövid mondatocska áll rajta, ott leszek. Ugye ennek is van egy története. Igen. Van egyrészt ugye a címer, az egy másik jelvény, de hát ugye az ott leszek, ez most egy új program, egy sajnálatos eseményre hívja fel a figyelmet. Ugye pár napja, múlt hét elején valami félőrült vandál kitörte a kispolgárok parkjának 17 fácskáját, hármat tövestül húzott ki, és csütörtökön 17 órára szervezünk egy olyan tiltakozó akciót, amikor azt mondjuk, hogy csak azért is megmutatjuk, hogy nem hagyjuk az értékeket elveszni. Tiltakozunk az totál értelmetlen, sehol nem vezető rombolás, vandalizmus ellen. Visszaültetjük a fácskákat, újra telepítjük a 17 plusz 3 fácskát, és ezzel a kis jelmondattal, hogy ott leszek, hívjuk fel a figyelmet, hogy akinek fontos ez a kérdés, fontos a természet, környezetvédelem, fontos a Kondavölgy, fontos Dombovár, fontos az, hogy az értékeink megmaradjanak, az ott lesz. Mi ott leszünk, remélem, hogy sokan ott lesznek. Legyen úgy. Köszönjük szépen a tájékoztatást, polgármester úr, és hogy eljött hozzánk a stúdiónkba. Köszönöm szépen, és remélem, hogy még sokszor adatik alkalom. Reméljük. Kedves nézőink, ahogy hallották, rengeteg programmal várja önöket a város önkormányzata Dombovár hetében, jöjjenek el minél többen ezekre a rendezvényekre, és most megköszönöm a figyelmüket, kérjük, hogy tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.